Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! A tegnapi egyenes beszédben az átlátszó.hu főszerkesztőjével beszélgettünk arról, hogy több szervezet, és köztük az átlátszó.hu kollégái is kiszámolták azt, hogy eddig piaci alapon, vett számokból kiindulva, melyik párt mennyit költött a kampányra. Az ő számításaik szerint a Fidesz eddig a törvényileg meghatározott 1 milliárd, maximum 1 milliárd forintnak a dupláját már egészen biztos, hogy elköltötte, de hogy ennek nem lesz következménye, azt is állították. A kampánypénzek felhasználásáról évek, vagy most már inkább évtizedek óta próbálunk beszélni, nem csak próbálunk, hanem beszélünk is, de valamit tenni, politikusok, jogvédők, újságírók, nyilván hogy átláthatóbb legyen, de hát itt még nem tartunk. A szociáldemokraták kampány pénz felhasználása igencsak átlátható, mert hogy ők gyakorlatilag nem kampányolnak a szó igazi vagy hagyományos értelemben vett módján. Smuk Andor a vendégem, jó estét kívánok! De egyébként meg kampányolnak, és hát ennek is van egy sima, meg egy visszázs, vagy egy fordított oldala, szóval, hogy nem óriás plakátokra költenek, hanem ebédre költenek, ételosztás van a rászorulók között. Többek között. Igen, ami egyrésztről senki nem kételkedik abban, hogy ez sokkal értelmesebb felhasználása a pénznek. Másrésztről azért mondtam, hogy van fonákja is, mert hogy az embernek az is eszébe jut, hogy most akkor felhasználják kampány célra, felhasználják az éhes embereket. Hát, hogy kinek ez az eszébe jut, azt csak sajnálni tudom. Az a helyzet, hogy az elejéről kezdjük a történetet, miért is döntöttünk így mi szociáldemokraták, hogy erre fogjuk felhasználni. Borzasztó egyszerű a dolog. Ugye azt világosan látszik, hogy ma a politika megítélése az kritikán aluli, a politikusoké meg még inkább. Ugye erről már 6 hónapja is beszéltünk, hogy általában a politikus az ma már szitok szó. Tehát, hogy a tettek kellenek beszéd helyett. És hogyha igaz az, már pedig igaz, hogy a mostani választási törvény nem jó. Ugye ezt egy egyszerű példával be is tudom bizonyítani, és szerintem mindenki számára világos lesz, hogy miért nem jó a mostani választási helyzet, hogyha előfordulna az a szituáció, hogy ön elindul a választásokon, és én elindulok a választásokon, ön kap 100 szavazatot, én kapok 50 szavazatot, a régi rendszer alapján önből képviselő lett, gratulálom, és az én 50 szavazatom pedig fölkerült a saját pártom listájára, ilyen töredék szavazatként, amiből lehet mandátum. Az új választójogi törvény szerint, ha ön kap 100 szavazatot, én kapok 50 szavazatot, akkor az önéből levonnak 51-et, ön képviselőlet gratulálok, 49 szavazatot viszont fölírnak a pártlistájára. Magyarán szólva, az önre leadott szavazatok egy része 2 mandátumot jelenthet. Ezért fordul az elő, amit itt nagyon okos emberek elmondanak, hogy miközben mondjuk egy párt elér 32%-ot, az lehetséges, hogy egyébként parlamenti mandátumban pedig 60%. Mi azt mondtuk, hogyha ez igaz, már pedig ez így van, és ez a választójogi törvény így nem jó, akkor annak is igaznak kell lenni, hogy felelős baloldali politikusként, akkor azt a pénzt, ami ugyanez a választójogi törvény alapján jár, azt nem lehet felhasználni csak arra, hogy hátrányos helyzetű embereknek segítsünk. És amit mondott, abban nagyon igaza van, hogy ételt osztunk, hogy különböző szociális eseményeket szervezünk, így például létrehoztunk egy egészségügyi szűrőbuszt, ami 80 helyre megy az országba, próbáljon segíteni mindenkinek, aki egyébként lehet, hogy abban a településen el se jut körzeti orvoshoz. Nem csinálunk óriás plakátot, de mondjuk például azt tudom mondani, hogy 25 darab óriás plakát árából egy hónapon keresztül tud menni egy ilyen szűrőbusz. Tehát, hogy azért gondoljuk végig, hogy szabad-e baloldali politikusként. Jobb oldalra azért nem foglalkozom, mert látszik, hogy ott kampányerdő van, tehát ilyen óriás plakáterdő. Szabad-e 80 ezer forintot elkölteni egy óriás plakátra, ami 2 havi bére egy közmunkásnak, vagy pedig segíteni kéne? De ezek nagyon-nagyon nem jó összehasonlítások. Én ezt olyan sokszor elmondtam már, hogy... Szerintem meg jó. Ha azt mondjuk, hogy a minisztériumban vásárolt irodabútorból 3 éhes gyerek jól lakhatna 2 hónapon keresztül, akkor ez az állítás igaz, csak nem lehet összehasonlítani, mert irodabútor, tehát attól még, miközben az éhező gyerekek sorsán segíteni kell, kötelességünk segíteni, de nem hasonlítható össze a székvásárlással, mert nem igaz az, hogy minden... Bocsánat, azzal összehasonlítható, nem jók az ilyen összehasonlítások. De azzal összehasonlítható, hogy minden párt maga dönti el, hogy egyébként a törvénynek, tehát mi kértünk állásfoglalást az ÁSZ-tól, kértünk állásfoglalást a kincstártól, minden párt maga dönti el, hogy mire használja fel.
Szerintem a tetteknek kell beszélnie. Hát jó, de várjon, az alapján, amit mondott a választójogi törvényről, hogy a győztes mindent visz, és még sorolhatná, hogy milyen hibák vannak, illetve milyen visszaélésekre nyújt lehetőséget egy még ki nem próbált törvény, lásd jelöltállítás, amiről ugye az elmúlt napokban sokat beszéltünk már, akkor ebből most szűrjük le azt, hogyha nem így lenne, ha lenne értelme kampányolni, akkor kampányolnának, de hogy igazából nincs is értelme egy ilyen szabályrendszerrel lejátszott választásnak, így aztán a pénzt inkább költsük jótékonysági célra, mint kampányra? Nincs jótékonyság, szerintem... Nincs értelme a választásnak ilyen feltételek között? Én azt mondom, hogy ilyen feltételek között az a pénz, amit egyébként a különböző pártok kapnak, egyetlen tisztességes célra lehet felhasználni, hogy segítsünk. És még egy nagyon fontos dolog van. A következő időszak és az előző időszakban is, én szinte minden nap ott vagyok kint a Blaha-Lujza téren, többek között, meg az ország 82 pontján. És itt hadd köszönjem meg a 82 egyéni jelöltünknek, hogy mindegyikük lemondott az 1 millió forintról, föl se vettük a kincstártól, hanem egy törvénymódosítást kezdeményeztünk, hogy ez a pénz, és arra kérjük az 1500 egyéni jelöltet, hogy hasonlóképpen tegyen, ez a pénz kerüljön a bölcsödék fejlesztésére. Elvégre most volt nemrég március 15-én. Nem. Március 15-én most volt ugye nemzeti ünnepünk, és ugye abban megállapodhatunk, hogy a Pilvaxba se kapott senki napi díjat. Azért március ifjúként, mert valamiben hitt. Így a képviselőknek sem járhatna ez a havi díj. Ja, na most nem forradalomról beszélünk, hanem egy demokratikus ország, demokratikus választásra készül. Én is azt gondolom csak, hogy kell egyfajta tartás, kell egyfajta kiállás. És hogy lehet másképp a politika hitelét visszaszerezni, ha mi magunk kiállunk. De még egyszer Én azt tudom mondani, hogy például az ételosztás kapcsán, hogy mondjam, elsősorban azt tudnám mondani, hogy persze, hát egy nagyon sikeres rendezvény, ott van minden nap 2000 ember, az országban több mint 10 000 embert eltettünk egy nap alatt, de azért, hogyha belenézünk nagyon egymás szemébe, akkor ez világos, hogy ez elmúlt 25 év politika csődje. Én erre nem tudok büszke lenni, csak azt tudom mondani, hogy megcsináltuk, amit szerintem lelkileg megkövetelt az az érzés, amit akarunk. Ez az én hibám is, még az összes politikus hibája is. Hogy 2000 embernek Budapesten, országszerte 10 000-nek, és valószínűleg lehet, hogy 100 000 lennének, ha lenne rá pénzünk, forrásunk, az egyetlen ünnep igazából az, hogy délben meleg étel van. És innentől kezdve engem annyira nem érdekel, hogy ki milyen árnyék kormányt akar, ki nem akar árnyék kormányt, kit vittek el bilincsbe, kit nem vittek el bilincsbe. Ezért mondom azt, hogy mi szociáldemokraták elindultunk a választásokon, világos a programunk, de a tettek beszéljenek. Létrehoztuk ugye most már a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás nevezetű pártprogramot, ezt mindenki megtalálhatja. De akkor minek hoztak létre pártprogramot? Még egyszer kérdezem, ennyire rossz a választási eljárásra szóló törvény, ha ennyire egy oldalra lejt, és a Fidesz felé lejt ez a törvény, ahogy szokták mondani ellenzéki politikusok, akkor nincs is értelme kampányolni, akkor azt a pénzt inkább értelmes célokra használják fel, és akkor ebből következtethetek arra, hogy ön szerint ez a választás az ellenzéki erők számára megnyerhetetlen, ezért nincs értelme kampányolni, mert ezt a választást ezekkel a játékszabályokkal nem lehet megnyerni? Azt lehet megtenni, hogy minden erővel küzdeni azon, hogy egyébként ezen a választáson minél több demokratikus erő bent legyen a parlamentben. Mi egy olyan demokratikus erő vagyunk, amit összerakni. Szerintem nyerni most nem lehet. Nyerni akkor lehet, egyetlen formaképpen lehet nyerni. Ha azt tudjuk mondani, hogy minél többen, teljesen mindegy, hogy melyik demokratikus erőre akarnak szavazni, jöjjenek el választani. Demokratikus pártok most nem tudnak nyerni, azt mondja? Én azt tudom mondani, hogy a demokratikus ellenzéki erőknek most a nyerése nincs esélyük. Arra van esély, csak akkor van esély, hogyha legalább 70%-os lesz a részvétel. Ehhez viszont az kell, hogy legyen alternatíva a listán. Hogy akinek nem tetszik, ami mondjuk van a demokratikus ellenzéki kínálatban, az tudjon választani egy olyan hiteles pártot, mint a szociáldemokraták. Hogy mindenki jöjjön el szavazni, akkor van esély, mert a nagy részvétellel ez a választási rendszer se tud mit kezdeni. Jó, de hogyha azt mondja, hogy minél több demokratikus ellenzéki
párt képviselője jusson be a következő országgyűlésbe, akkor ahhoz én meg választópolgárként szeretném tudni, hogy melyik párt mit akar, hogy érezzem azt, hogy ő méltó-e arra, hogy beszavazzam az országgyűlésbe. De hogyha önök csak ételt osztanak, akkor én nem fogom megtudni, hogy mi a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Nem csak ételt osztunk, tehát ezt azért mondjuk. Másrészt pedig próbálunk szerezni olyan támogatókat, lehetőséget, ahol elpróbáljuk jutatni a programot. De például itt is, hogyha beszélünk egy mondatot róla, nagyon egyszerű a program. A program arról szól, hogy 8 óra munka, az azt jelenti, hogy ha munka van, akkor minden van. Tehát lehetőség minél több forrást, Európai Uniós forrást biztosítani arra, hogy munkahelyek teremtődjenek. A második dolog, amiről szóval a 8 óra szórakozás. Ez azt jelenti, hogy ha igaz az a program, ami azt jelenti, hogy minden családhoz el fog jutni a szélesávú internet, akkor 30 év fölött elinduljon egy program, hogy Magyarországon mindenki az életben tanulás lehetőség legyen. A pihenés, 8 óra meg pihenés pedig nem, az pedig a szépkorúakról szól. Ezért dolgozunk azon is, hogy legyen végre a világon egy szépkorú emberjogi karta, hogy legyen jog a nyugdíjas számára, az egészségügyellátás nem adomány, legyen jog a szociális biztonság, legyen jog a személyes biztonság. Ön nem akar Orbán Viktorral vitázni? Ma már mindenki akar. Én azt gondolom, hogy írtam minden pártnak, pontosan tegnapi nap egy levelet a pártelnöknek, hogy ez a vita, a nem vita kérdésébe, ez megint csak azt fogja, hogy körberövögik a választópolgárok a pártokat. Miért? Azért ők körberövögik. Nagyon szívesen látnánk jó kis párt, vagy listavezető pártelnöki vitákat. Ez lehet, hogy szívesen látnánk, én szerintem sokkal fontosabb. Én szívesen vezetnék. Azzal egyetértek. De visszatérve, hogy én azt a javaslatot tettem, hogy sokkal jobban érdekli az embereket az, hogy melyik párt mit akar tenni. Ezért azt javasoltuk, hogy április 1-án és 3-án legyen három tematikus lehetőség, három tematikus nem vita, hanem párbeszéd. Arról, hogy minden egyes listavezető el tudja mondani, hogy mit gondol a szegénységről, a szociális biztonságról és a munkanélküliségről. És ez egy televízióban? Akár egy televízióban, és hogyha ráír az ATV, akkor is van műsoridő. Én itt leszek. Ráír. Sokkal jobb lenne arról beszélni, hogy mit akarunk csinálni április 6-a után, mint hogy tényleg azt hallgatni, hogy egyébként kikinek a milyen, az embereknek ebből elegük van. Nemrég volt egy felvetés, hogy a két miniszterelnök, a volt meg a mostani, arról szeretne, hogy vitatkozni, a képen jön a műsorba is, hogy ki hogyan gazdagodott meg, és hogy kinek milyen a gazdasági vagy állapota. Engem ez bevallom férfiasan nem érdekel. De egy olyan beszélgetésen szívesen részt vennék, akár az lent említett urakkal is, ahol arról tudnánk beszélni, hogy egyébként miközben a politikusok egy része gazdagodott, hogy lett 4,5 millió szegény. És ezt még hogyan lehetne megállítani és visszafordítani. Szóval egy normális, nyugodt, békés Magyarországot szeretnék. A vita ezen részével abszolút egyetértenének a többiekkel. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Akkor már jó lenne.